A képeken jól látszik, hogy hatalmas erővel csapódott az út melletti árokba az autó a hatos úton, Szekszárd és Kakast között még 2020 nyarán. A hétfős társaság egy lakodalomból tartott hazafelé, amikor a sofőr elaludt a volánnál, emiatt az árokba sodródtak. Ekkor a kocsiban ülő egyik nő kirepült az autóból és fának csapódott. A fiatal sofőr most állt bíróság elé. A férfi nem ivott, egyszerűen csak elaludt vezetés közben. Így történt a tragédia. 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményről van szó. Az irányadó anyagi jogszabályok értelmében ezen büntetési tételkeret középmértéke az 3 évi szabadságvesztés. Ez az a tételkeret, illetőleg ez az a középmérték, amely kapcsán az enyhítő és súlyosító körülmények figyelembevételével a tisztelt járásbíróságnak szankcionálnia kell. A sofőrt végül börtönbe küldte a bíró, 1 évre és 3 hónapra kell fogházba vonulnia. Közúti közlekedésben való részvétel nagyon veszélyes, egy veszélyes üzem. A járművezetőre sokkal, de sokkal súlyosabb szabályok vonatkoznak, úgymond, mely a felelősségét megnöveli, és hogyha még egy legkisebb oda nem figyelés, egy senki nem által akart, egy pillanatnyi kihatás is nagyon súlyos következményekkel járhat, mint ahogy sajnos ez 2020. augusztus 23. napján hajnali órákban be is következett. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az elítélt sofőr enyhítésért fellebbezett.